A Bárka református óvoda életében már hagyománynak számít a családi nap. Ez idén is megrendezésre került. A gyerekeket és szüleiket az óvoda munkatársai egy rövid előadással lepték meg, majd sorverseny keretében ügyességüket is összemérhették a csapatok. A Bárka vándorkupát most a Szivárvány csoport emelhette a magasba. A szeptember végig családi nap mind a gyerekek és a szülők körében is népszerű programnak számít a makói Bárka református óvodában. A rendezvény célja, hogy minőségi időt töltsenek együtt az odajáró kicsik és hozzátartozóik. A kis csoportosok pedig még közelebb kerüljenek az óvodai élethez, szüleiknek pedig remek alkalom a kapcsolatépítésre, ismerkedésre. Azt gondolom, hogy mindenféleképpen nagyon fontos az óvoda és a család közötti kapcsolat. Építés, mert hogy nagyon fontos, hogy közösen együtt érezzük jól magunkat, hogy ismerjük egymást, hogy együtt tudjunk lenni, hogy a gyerekek ugyanúgy a szüleik és az óvónénik, a pedagógusok és a dolgozók között is megtalálják a biztonságot. Az idei nevelési évet is 4 csoporttal kezdtük el, közel 100 gyermek jár az óvodánkba. Ugye óvodánk református intézmény, a keresztény nevelésre kifejezetten nagy hangsúlyt fektetünk, mindez természetesen játékosan, gyermekek életkorának megfelelően, de emellett az anyanyelvi nevelés, a mozgás, a környezetvédelem, és minden, ami más óvodáknak is fontos, az természetesen nekünk is nagyon fontos. Az eseményt mindig nagy készülődés előzi meg, ugyanis hagyomány már az is, hogy ilyenkor egy-egy bibliai történettel készülnek az óvónők, ami fontos üzenetet hordoz magával. A Noé bárkája történetét fogjuk megeleveníteni. Nagyon izgatottak vagyunk mi is, hogy tetszene a gyerekeknek, de annyit készültünk rá, hogy ez másképp nem is lehet. Mindenható teremtő Istenünk, elkészült hát a bárka a te parancsodra. Kérlek, mutasd meg nekünk, hogyan tovább. Mit szeretnél, hogy megtegyünk neked? A legfőbb üzenete a történetünknek az, hogy mindannyian ugyanolyan értékesek vagyunk. Nincsenek különbségek Isten szemében. Köszönöm Istenem, hogy gondot viselsz rólunk. Köszönöm, hogy mindannyian értékesek vagyunk. És így tud ilyen csodálatos és színes lenni a világ. A mai világnak szerintem a legfőbb üzenete ez, hogy mindenki egyenlő és mindenki értékes. Lehet az kicsi, nagy. Igen, történt ez az eset, egy-e biztos, hogy megesett, hogy a nyúl és a róka együtt szálltak egy hajóba. Köttetett ott egy szövetség, az Úr és Noé, ők kötötték szövetséget egy hajóra, na ebbe ment be a nyúl és róka. Mert özönvíz jött a világra, ezért készült ez a bárka. Noé jó nagyra csinálta, hogy jó sok állat férjen rája. Ott voltak a hüllők és a madarak, házi állatok s a vadak, firmos cica s az egér, de mindenből csak kettő fér. A zenés produkció utána az óvodával szomszédos sportpályán folytatódott a program, ahol a csoportoknak sorversennyel készültek. A kicsik és a felnőttek is egyaránt kivették a részüket a feladatokból, például, hogy ki tud gyorsabban megágyazni, egyensúlyozni és karikát vezetni kötélen. A jó szórakozáshoz minden adott volt, ami nem is maradt el. Hajrá! Gyerünk, még elhozható! Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó ez a családi nap, több szempontból is, mert egyrészt a szülők és a gyerekek is együtt játszanak, ez szerintem a legfontosabb, és másrészt pedig a szülők is jobban megismerik egymást a gyerekekkel, és a szülők is a szülőket. És ez egy ilyen hatalmas játék itt, és ezt mi imádjuk. Ugye, Bogika? Látom, készültetek is. Igen, mindig készülünk. Minden évben készítünk egy ilyen hajrá katicás pólót. Tavaly még a kislányom is ide járt, akkor duplás volt, akkor méhecske és katica csoportnak szurkoltunk, úgyhogy hajrá katicák! A nap végén minden csapat egy-egy édességkosarat kapott. A legügyesebb idén a Szivárvány csoport volt. Ők gyűjtötték össze a legtöbb pontot, így a Bárka Vándor kupát is ők emelhették a magasba.